Igen, ez angolul itt bemondja nekünk, hogy most folyamatban van a felvétel. Én szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai bibliaóránkon. János evangéliumát olvassuk. Az útmutatóban ez a folyamatos igeolvasási előírás, ami egy lehetőség, és azért szép most ez, hogy János evangéliumát olvassuk, mert a búcsú beszédeknél járunk, és ezek a búcsú beszédek, Jézus búcsú beszédei szépen illenek, alkalmazkodnak most a böjti utunkhoz, vándorutunkhoz, lélekben mi is fölmegyünk Jézussal együtt, vele együtt az úrvacsora termébe, a lábmosásnál ott voltunk képzeletben, és Jézus elmondta az ő utolsó tanításait a belső tanítványi körnek, az apostoloknak, és ezek a tanítások, és ezek a tanácsok, és az ígéretek nagyon mélyek, nagyon mélyen szántó igazságokat hordoznak, ugyanakkor titkokat is hordoznak, felfedendő, feltárandó, Szentlélek által felfedendő titkokat, mert ezek nagyon szükségesek ahhoz, hogy a tanítványi életünket megélhessük, komolyan vegyük, és abból erőt vegyünk a mindennapokhoz. Úgyhogy most a János evangélium a 16. fejezeténél vagyunk, 16. fejezetét kezdjük el olvasni, és itt osztottam ki nyomtatott papírokat, amelyen a 16. 17. fejezetet olvashatjuk majd. Egy-két helyen szavakat kihagytam most ezúttal, kicsit csalafinta voltam, mert egy-két helyen kihagytam szavakat, azt egy kis játékra hívom majd a testvéreket, ahogy majd megyünk, olvassuk, majd megkérdezem, hogy vajon milyen szó hiányzik onnan, de hát ezt majd gondolom a testvérek segítenek kitalálni. Nem lesz nehéz szerintem. És aztán majd szakaszonként megállunk, egy-két gondolatot elmondok, és aztán így megyünk tovább, haladunk tovább. Ameddig jutunk, eljutunk, nem tudjuk, hogy meddig jutunk. Ez elég hosszú két fejezet, tehát nem biztos, hogy végig tudjuk olvasni, de nem baj. Hogyha nem tudnánk végigolvasni, akkor arra kérem a testvéreket, hogy majd otthon olvassák végig a 17. fejezetet és Jézus főpapi imádságát is. Kezdjük el tehát akkor. A 16. fejezet első versével. Ja, még mielőtt elkezdenénk, ugye azt a címet adtam neki, hogy a tanítványok biztosító kötelei Jézustól. Ugye itt egy modern képet használok, biztosító kötél, ugye az artisták a cirkuszban biztosító kötelet használnak, hogyha fönt vannak a magasban, hogyha ne adj Isten mellé lépnének, vagy mellé fognának, akkor ne szúzzák össze magukat. Biztosító kötél az ő védelmüket, biztonságukat szolgálja. Tehát a cím azt sejteti, hogy Jézus ilyen lelki biztosító kötelekkel látta el az ő tanítványait, és erről lesz szó. Ezeket azért mondom nektek, mondja Jézus, hogy meg ne, és itt már is lehet találgatni, Katalin már is, meg ne botránkozzatok, így van, meg ne botránkozzatok. Ugye a botránkozás szó, de más is kitalálta, mit jelent a botránkozás szó? Megütközést valamelyet. Így van, megütközést, nagyon jó, megütközést, megdöbbenést, felháborodást, helytelenítést, elidegenedést. Egyébként a szó maga abból származik, hogy felbukik valaki. De lehet, hogy egy ilyen harci cselekményre utalt eredetileg, hogy mentek a lóval, jött egy akadály, beleütközött, és felbukott a lóval. Nehogy megbotránkozzatok, nehogy elveszítsük ugye a kapcsolatot Jézussal. Mert ugyanis mit mond? A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön ez az óra, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek.
Ugye itt érezzük, hogy itt egy folyamatos beszéd füzér van, és a János evangélium a 15. része úgy fejeződött be, hogy a tanítványok és a világnak a kapcsolatát jelenítette meg, arról beszélt Jézus. Tehát, hogy a tanítványok mire számíthatnak a világtól, azok után, hogy Jézust megölik, meghal a kereszten, persze hát ezt nem mondja ki nyíltan Jézus, hogy egészen részletesen, de hogy ő elmegy az atyához, tehát hogy eltűnik a szemük elől, mi fog történni a világban, és a világ az üldözni fogja őket, és ugye mondta Jézus, hogyha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak, hogyha engem megvetettek, titeket is meg fognak vetni, de ugye ezt azért mondja Jézus, hogy emlékezzetek ezekre, én megmondtam nektek. Tehát fölkészíti őket erre, tehát nem zsákba macskát árul a tanítványsággal Jézus, nem azt mondja, hogy hát minden tehát nem fog történni semmi gond, nyugodtan beszéltek rólam, nem lesz semmi baj, semmi nehézség, sőt, még majd meg fognak titeket vendégelni, sőt, majd terített asztalokkal fognak várni, tehát nem mond semmilyen nyalánkságot, meg kedvező dolgot, hanem azt mondja, hogy kemény idők várnak rátok is, mint ahogy természetesen ő töri az utat a halálán keresztül az ide. Úgyhogy igen, ez a megbotránkozás szó volt itt. De menjünk tovább. Ezeket azért nem mondtam nektek kezdetben, mert veletek voltam, de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova megy. Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Szentlélek. Így van, itt már van, aki előre olvasott és tudja, a Szentlélek egészen pontosan P betűvel a pártfogó nem jön el hozzátok, így van, de ugyanaz, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek nekem. Pontosan, így van, nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek. Az atyához megyek, így van, és többé nem látnak engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Ó, ha valaki kívülről tudja. Megítéltetett, így van. Jó, akkor nézzük csak eddig, jó? Tehát, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Tehát, miről van szó? Jézus ugye azt mondja, hogy az elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Itt látjuk János evangéliumának azt a sajátos krisztológiáját, ami a másik három evangéliumban nincs meg. Tehát ők a történelmi Jézust sokkal, hát hogy mondjam, a saját földrajzi történelmi közegében mutatják Jézust, ugye, az, hogy vándorolt ide-oda, amoda, gyógyított Názáretben, Galileai tó környékén, elkezdve Júdeába, stb. János evangéliumában már Jézus Krisztusnak a titkát bontogatja ki az evangélista, és úgy mutatja be ezt a Krisztust, ezt a mestert, Jézust, hogy ő az, aki az atyától küldetett, a világba megjelent, a világból újra ismét kilépő a halálával és felemeltetésével, és az atyához visszatérő úrként mutatja meg. Tehát a preexisztens, tehát Jézus preexisztens, tehát már korábban, már kezdettől fogva létező úrként mutatja be János evangéliumát. Tehát ez egy töblete a János evangéliumának, a szinoptikus evangéliumokhoz képest, hogy már Jézus Krisztus személyének a titkára így mutat rá, és így tesz róla bizonyságot, hogy a tanítványoknak is erről beszél, hogy milyen csodálatos egységben van az atyával, hogy tőle jött, hogy van egy küldetés, ezt be kell teljesítenie, hogy ő tudatosan végig tudja, hogy mit csinál, tudja, hogy mikor jön el az ő órája, amikor
az ellenség kezébe kell kerülnie, tudja, hogy a kereszt halála az nem csupán halál, hanem felemeltetés, megdicsőülés, tudja, hogy a világ elől, szem elől el fog tűnni, de az atyához megy vissza, tehát visszakapja azt a dicsőséget, ugye, amit ott hagyott értünk, amit letett, mivel megüresítette önmagát, és ezt a szolgai formát, emberi testet vette magára az Isten igéje, ugye a testélet ige. Ezzel kezdődött az János evangéliuma, és természetesen erre többször utal végig az evangélium. Tehát elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Most már nem kérdezősködnek, hogy hova megy, mert megsejtik, a tanítványai megsejtik, hogy ez rosszat jelent, tehát fizikai értelemben ez a búcsúzás, ez az atyához térés, nem értik pontosan, hogy ez mit jelent. Tehát még ennek a titkát még nem tudják, hogy mi az, hogy az atyához mész. Azt érzik, hogy itt egy búcsúzás van, és félnek, hogy itt egy rosszat sejtenek, Jézus elfogják, vagy megölik, vagy valami történni fog vele. És ezt látja Jézus rajtuk. Szomorúság tölti el a szíveteket, de már is, hogy látja a szomorúságukat, azonnal próbálja őket vigasztalni. Ennek most így kell lennie, elmegyek, de elküldöm, vagy eljön hozzátok a pártfogó, elküldöm őt hozzátok. Tehát azonnal biztosítja a tanítványait arról, hogy nem maradnak egyedül. A pártfogóról már beszéltünk, ugye egy védőügyvéd, aki mellénk áll, és egyébként az Ószövetségben pártfogónak is nevezték a nagy profétáknak az utódait, hagy villancsak erre most rá, például Mózesnek az utódja volt Józsué, és hát képzeljük el, hogy Mózes elbúcsúzik a néptől, és azt mondja, hogy hát ne aggódjatok, nem én foglak bevezetni titeket Kánaán földjére, de itt van Józsué, őt is az Úr választotta ki, ő majd pártotokat fogja, ő majd vezet titeket tovább. Tehát idáig én vezettelek titeket, de ő lesz az, aki majd tovább vezet titeket. Vagy Illéssel kapcsolatosan is mondhatnánk ezt, hogy az ő utódja pedig Elizeus proféta lett, és ő pedig a következő időszakra nézve lett az izraelieknek a pártfogója, aki tovább vitte őket az Istennel való kapcsolatukban. Tehát ebben az értelemben Ószövetségben is előjön ez a pártfogó szó. Ugye a Septuagintában, tehát a görög fordításban is ugyanez ez a szóhasználat van. De mi most mi az Új Szövetséget természetesen az Isten lelkét értjük alatta, hiszen Jézus is így beszél erről, és majd látjuk a 12. versben, hogy az igazság lelkeként említi őt. Ez a pártfogó azt mondja, hogy nem csak, hogy vezet titeket, hanem az ő segítségével az ige hirdetés, az evangélium és az ige hirdetés révén a világ előtt le fogja leplezni, hogy mi a bűn. Tehát ez hallatlan fontos, hogy nem mi nekünk kell kitalálnunk, hogy mi a bűn, az már itt le van fektetve. Itt már Jézus elmondja, az a bűn, hogy nem hisznek bennem, és ezt a Szentlélek fogja tükörként felmutatni a világ előtt, ugyanis a tanítványoknak az ige hirdetésén, életvitelén keresztül, hiszen ők hisznek Jézus Krisztusban, hinni fognak benne, ugye a feltámadás után, meggyőződve a feltámadott Úrban, ők hinni fognak benne, és éppen ez az, ami el fogja választani és különíteni őket a világ többi részétől, a hitetlenektől, és ez lesz az a nagy éles különbség, ami révén ők megelégedettek lesznek, boldogok lesznek, nyitottak lesznek egymásra, segítőkészek és szeretettel lesznek egymás iránt. És a világ ezeket nem fogja érteni, mert nem tudja, hogy mi az, hogy hinni Jézus Krisztusban, de hogyha bárki, aki hitre tér, azonnal megérti az ő hitüknek
a magvát és a lényegét. Hinni Jézus Krisztusban. Aki nem hisz, ugye az van ítélet alatt, az van bűn, az még bűnben van, az még nem látja az Istennek az akaratát Jézus Krisztussal. Tehát ezt jelenti ki majd a Szentlélek az ő ige hirdetésükön, életvitelükön keresztül. Ugye hát gondoljunk arra, hogy az első keresztényekre is rácsodálkozott a környező világ, hát hogy ezek ennyire szeretik egymást, meg hogy ezek egyenlőségben tudnak élni, van köztük rabszolga is, meg gazdag is, van köztük férfi is, meg nő is, arab származású is, meg görög származású is, ezek eddig együtt nem voltak ilyen egységben ezek a kategóriák, ezek meg itten lám-lám, hogy hihetetlen, hogy hogyan tudnak így ilyen szeretett közösségben élni, tehát fennakadnak ezen, a világ fennakad ezen, és fönn is kell, hogy akadjon egyébként, meg is kell, hogy csodálkoznia kell a világnak, ma is csodálkoznia kellene azon, hogy mi nem a posványba megyünk ugyanúgy, mint a világnak a többi rész, akik nem hisznek Jézus Krisztusban. Tehát enélkül a különbségtétel nélkül nem éles, nem szembetűnő a bizonyságtétel. Tehát, hogyha a szeretetünk nem árulkodik, vagy nem látható, nem képez kontrasztot a társadalom többi részéhez képest, ahol szeretetlenség, gyűlölködés, bosszúvágy, türelmetlenség, békétlenség van, hogyha a mi békességünk, türelmünk, szeretetünk, hosszú tűrésünk, megbocsátásunk nem ütközik ki a világ többi részéről, akkor nem fogják ezt észrevenni, és nem fogják megkérdezni, hogy vagy erre képes. Akkor nem fognak utána érdeklődni, és megkérdezni, hogy na mégis hogyan lehetne erre eljutni. Ezt a Szentlélek teszi mind a tanítványokkal, mind azok szívével, akik keresnek és szomjaznak az igazságra. Fel fogja fedni, hogy mi a bűn. Távol vagyok Jézustól, nem értettem meg még az ő személyének a titkát, de megérthetem, ha vágyódom rá, ha keresem, ha akarok találkozni vele, tudok vele találkozni, meg tudom tenni. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, tehát ezt is kinyilatkoztatja nekik a Szentlélek, illetve hát majd felfedi a szívükben, hogy mikor, hát majd a feltámadottal való találkozás után ébred bennük majd ugye az a végleges húsvéti hit, hogy tudják, hogy hova megy Jézus is, az Atyához megy, és hogy nekünk is ez a távlata az életünknek, hogy az Atyához mehetünk mi is majd haza. De ezt most még ők nem látják, ezt most még húsvét előtti hitük van, most még szomorúak, félnek. Többé nem látok engem, itt ugye fizikai értelemben kell erről beszélni, és az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Tehát az ítéletet ugye elsősorban Jézus a világ fejedelme fölött tartotta, mert a világ fejedelme a sátán, a gonosz az, akinek az a munkája, hogy eltérítsen minket az Istentől, és ő azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Tehát nem az ítélet, hogy minket személyesen el akar ítélni, külön-külön. Jézus nem azért jött, hogy kiosszon bennünket, hanem hogy a bűntől, a gonosztól és ennek a hatalmából szabadítson meg minket. Ennek a kötelékéből, ennek a rabszolgaságából, és ezért a gonoszt megítélte, a sátán. Sátánt, ugye, a sátán gonoszkodásába egy végzetes csapást mér azzal, hogy a bűneinket magára veszi, és ő hordozza el, és a vádló már nem fog tudni minket vádolni az Atyánál. Tehát aki a Jézus Krisztusban bízik, és ő hozzá folyamodik az Isten irányába, azt a vádló, a diabolosz már nem fogja tudni vádolni az Atyánál. Mert tudja, hogy Jézus Krisztus elszenvedte bűneink büntetését helyettünk. Jó, tehát így értsük ezt. Az ítélet nem engem sújtott,
hanem az ítélet tulajdonképpen Jézus Krisztus maga hordozta el helyettünk, és így a vádlónak a munkáját tönkre tette, semmissé tette. Jó? Ebben az értelemben kell itt erről beszélni. Megyünk tovább. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok. Elhordozni, megérteni, rokon értelmű szavak, elviselni. Így van, elviselni. Egészen pontosan, de ugyan ebben az értelemben. Amikor azonban eljön az igazság, lelke elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Igen, tehát látjuk, hogy Jézusnak még lenne mit mondani a tanítványoknak, de hát ez a feladat most már ugye a Szentlélekre hárul, aki majd megérteti a titkokat, Jézus személyének a titkát, ugye, hogy hova megy, azt is, hogy miért kellett így meghalnia, ennek a titkát, az ő halálának a titkát, ezt is majd megérteti a Szentlélek, ő vezet majd el titeket, vagy ő vezet majd tovább titeket az igazság, a teljes igazságban, eredetileg, tehát van egy ilyen fordítás is, hogy a teljes igazságban ő vezet majd titeket. De az is jó, hogy a teljes igazságra. Így van. Nem önmagától szól, tehát nem új kinyilatkoztatásnak a letéteményes a Szentlélek, hanem abból merít, amit Jézus már itt közölt a világgal, a tanításai és a tanítványoknak adott beszédei révén és a cselekedetei révén. Tehát a Szentlélek az nem mondhat teljesen mást, vagy nem mutathat rá teljesen másra, mint amit Jézus tanított a világban, földi élete során, vagy amire fölnyitotta az övéinek a szemét, ami tehát benne van a Szentírásban. Tehát itt nincs arról szó, hogy a Szentléleknek olyan kinyilatkoztatásai lehetségesek, amelyek szembe mennek a Szentírásnak, az Új Szövetségnek az igéivel. Tehát itt ez egy figyelmeztetés is nekünk, tehát ugye itt most van karizmatikus mozgalom, és vannak olyan irányzatai a kereszténységnek, akik azt mondják, hogy hát nem is nincs szükségünk a Bibliára, az igére, az Isten igére, majd a Szentlélek nekem külön megadja, hogy én mit, hogyan kell csinálnom. Tehát ilyen misztikus, enthuziasztikus, tehát ilyen kicsit föltől elrugaszkodott, vagy ilyen rajongásszerű állapotban várják egyesek a Szentlélek újabb és újabb kinyilatkoztatásait, de ezek, hogyha ellentétesek Jézus kijelentésével, akkor nem mondhatjuk, hogy azok a pártfogónak, a Szentléleknek az újabb magyarázatai és kijelentései. Tehát itt csak abból merít a Szentlélek, és azt magyarázza, és azt érteti meg, ami Jézustól van. És Jézus itt mondja az övének, mindaz, ami az atyái, az az enyém, és tehát ugye rajta keresztül, ami az atyától jött kinyilatkoztatás is természetesen. Tehát az Ószövetség, és így mehetünk vissza az Ószövetségre is, hogy Jézuson keresztül visszatekintve az atyának a kinyilatkoztatása is érvényes erre természetesen. Jó? Mert ami az atyái, az az enyém, és amit én kijelentettem, azt az atyától kaptam. És ezt jelenti ki nektek, tehát itt nem egy külön speciális kinyilatkoztatás sorozatról van szó, hanem arról, hogy a tanítványok hogyan tudnak aktuálisan élni a mindenkori jelenben, a mindenkori történelmi kihívások között, az igéből, Jézus Krisztussal való kapcsolatukból merítve, a Szentlélek erejével és segítségével és vezetésével.
Jó, közben figyelem az időt, mert itt most már csak 7-8 perc. Egy kis idő még. Igen, hát egy kis idő. És nem láttok engem, ugye? Igen. De ismét egy kis idő, és megláttok engem, mondja Jézus. A tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez, mert én elmegyek az atyához. Ezt kérdezgették. Mi az a kis idő, amiről szólt? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül, így van, ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült egy gyermekét, nem emlékszik többi a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömöteket senki sem veheti el tőletek, és azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Igen, ugye kezdjük itt a végével, azon a napon már nem lesznek kérdések, kétségek, azon már nem fogjátok azt kérdezni, hogy hova mész, na de hát hol van az atya, nem láttuk az atyát. Ugye ezeket mind helyre kellett tennie korábban Jézusnak, 14. fejezetben olvastunk erről. Azon a napon már nem fogtok én tőlem kérdezni semmit, melyik napon? Ugye, miről van szó? Meghal Jézus, a kereszten, sírba teszik, eltűnik a tanítványok szeme előtt is, de ugye majd a feltámadott úrként újra megjelenik előttük. Tehát ez a kis idő. A haláláról beszél, és a feltámadásáról beszél Jézus. És ezt egy gyönyörű képpel, ugye a szülő asszonynak, a szülő nőnek a igazsága az, hogy tényleg fájdalom, szenvedés, tehát ugye a szülési fájdalmak, de amikor már megszületik az a gyermek, akkor azonnal elfelejti, mert örül annak a gyermeknek, hogy életet tudott adni neki, és gyönyörködik a gyermekében, és ez az öröm felülír minden korábbi fájdalmat és szenvedést, és akkor már nem az elsődleges, hogy hogyan érkeztünk meg oda, hanem az a gyönyörűséges öröm, amit a szülő, nő, az anya átérezhet, amikor fogja a gyermekét a kezébe. Tehát ezt a gyönyörű példázatot használja Jézus arra, hogy ti is most szomorkodtok, vajuttok, kétségeitek vannak, nehéz valóban ez az állapot, de ez majd meglátjátok, hogy milyen csodálatos örömre fordul majd, hogyha újra találkozunk. Megláttok engem. Tehát ez is egy gyönyörű ígéret, és ezt az örömötöket már senki sem veheti el tőletek. Tehát azt gondolom, hogy aki gyermeknek adott életet is, hát itt ugye a nők előnyben vannak, akárhogy is nézzük, gender ide, gender oda, csak a nők vannak előnyben ebben a helyzetben, valóban elmondhatják azt, hogy még ezen az úton, módon is köszönöm és hálás vagyok Istennek, hogy gyermekem van. Tehát, hogy voltak fájdalmak is. Örömötöket senki sem veheti el. Itt tehát a feltámadott Úr Jézus Krisztus megnyit egy olyan perspektívát, hogy onnantól kezdve az örök életnek az ajándékát is, és a távlatát is látja a tanítvány, a feltámadott Jézus Krisztus által. És ezt az örömöt már nem lehet elvenni. Ezt az örömöt a világ már nem tudja elvenni. Ugye a világ örül annak, hogy Krisztust meggyalázhatja, eltiporhatja látszólag, hogy keresztre feszítik, a tanítványok szomorkodnak, sőt, szétszaladnak a kereszt alól, de ez meg fog fordulni. Jó. És itt még arról, hogy az imádság meghallgatását ígéri Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Az én nevemben.
Így van. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, mert maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai, íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így válaszolt, most hiszitek? Íme eljön az óra, sőt már el is jött, amikor... Aha, igen, szétszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok, de én mégsem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Így van. Itt már arról beszél tehát, hogy közvetlenül szólíthatjátok meg az atyát az én nevemben. Mit jelent az, hogy az én nevemben? Tehát az, hogy Jézus Krisztus akaratával egyező módon, és csak azt kérhetem, amire ő is ugye a pecsétét tudja tenni. Tehát Jézus Krisztus akaratával, vagy szándékával, vagy az indulatával ellentétes dolgokat hiába is kérünk az atyától. Dögöljön meg a szomszéd tehene, vagy üsse agyon a villám a másikat, ezt nem adja meg az Úristen, mert ez nem az Jézus akaratával egyező, nem az ő nevében való kérést jelent. De ami az ő tanításával egyezik, azt kérhetjük. Itt látjuk tehát, és itt most már lehet, hogy le fog járni az időnk, és elnézést kérek a testvérektől, hogyha kikapcsol a kapcsolat. Tehát ezek a biztosító kötelek, az, hogy az atyához megy, Jézus, elküldi a Szent Lelket, aki elvezet az igazságra, újra meglátják majd mesterüket, az Urat, a feltámadottat, ezt az örömöt már senki nem veheti el tőlük, és bármit kérhetnek az atyától, azt megadja nekik Jézus nevében. Tehát ezek azok a biztosító kötelek, amelyek ránk is érvényesek, és minket is óriási reménységgel és békességgel, ahogy befejeztük, békességgel tölthetnek el minket. Hogy itt köszönöm szépen, itt most az otthoniaktól